hogy elefánt. Na gyerünk, ával elefánt! Ível illifint! Óval olafont! Zenei produkciók a színpadon, gyerekek, szülők a Zsolnai Kulturális Negyedben, sokan jöttek el az idei Szamárfő Fesztiválra Pécsett. Megtelt a helyszín családokkal augusztus utolsó hétvégéjén. Minden évben kint vagyunk, de nekünk könnyű, azért közel lakunk. Nagyon szeretjük, nagyon sok program van. Annyi, hogy egy kicsit ugye ez a rettenetes hőség mindenkit kicsinál, de a műsorok, ezek a báb előadások nagyon jók, főleg most, hogy szabadtéren is van, szerintem ez egy nagyon jó ötlet, mert ott bent azért elég kevés ember fél el, és azt vettük észre, hogy minden évben színvonalasabbak a műsorok, úgyhogy nekünk nagyon tetszik. Tavaly voltunk először, akkor az idő is kicsit közbeszólt, ugye meg a Covid is talán, akkor még nem voltunk olyan felszabadultak. Most már úgy látom, sokkal többen vannak, bár az idő is kedvező, túl kedvező talán, ha lehet ilyet mondani. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon jó közösség, mint hogyha itt minden szülő egyforma lenne, vagy elfogadó, a gyerekek sorba állnak, nem lökik föl egymást. Szóval én úgy látom, hogy ez egy nagyon barátságos kis fesztivál, attól függetlenül, hogy egy ilyen nagyvárosban van, mint Pécs, kisvárosi hangulat teljesen, imádunk itt lenni. Ezt mondták a szülők, a gyerekek pedig sok mindent kipróbálhattak, például ennél a standnál, ahol a foglalkozások, játékok, feladatok a környezetvédelmére hívták fel a kicsik és a nagyok figyelmét. Az aktualitása, ugye, hogy itt vagyunk kint, elsősorban, hogy a családokkal találkozunk, hogy minél többen megismerjék a klímaváltozásnak a hatásait, illetve hogyan lehet a klímaváltozást okozó, vagy azt kiváltó szennyezést csökkenteni, valamint hogyan lehet alkalmazkodni. Most nyáron ugye megtapasztaltuk itt Pécsen is, a lakosság szerintem nincs olyan, akit ne érintett volna, akár a szárazság, akár a hőhullámok, akár pedig a villámárvíz, úgyhogy jó, hogyha minél több helyen találkoznak azzal, hogy erre van hogyan lehet védekezni, hogyan lehet ezeket megakadályozni, és népszerűsíteni szeretnénk, hogy akiket érdekel, hogy van Pécsnek klímastratégiája, és hogy ezt aki érdeklődik, el tudja olvasni. Illetve még egy aktualitást ad a mostani kintlétünknek, ugye az a fajta energiatakarékossági, hatékonysági, hát kényszernek is mondhatnám, aminek környezetvédelmi szempontból mondhatnánk, hogy ébresztő, és hogy sokan felfigyelnek erre. Szeretnénk tippeket adni, ehhez hoztunk kiadványokat, hogy illetve aki kíváncsi erre, természetesen megpróbálunk segíteni, vagy olyan helyekre vezetni őket, akár internetes felületeken, ahol tájékozódhatnak, tanácsot kaphatnak ezzel kapcsolatban. De mivel ez a Szamárfő Fesztivál, és ugye itt a gyerekeké a főszerep, sok-sok játékkal készültünk, együttműködve a Tetya Forrásház ZRT-vel is természetesen. Különleges játékok vannak, amik még nem voltak eddig a Szamárfő Fesztiválon. Mi hoztuk a szokásos játékainkat, népi játékokat, amik természetes anyagból készültek, illetve hoztunk jó néhány kézműves foglalkozást, illatzsákot lehet készíteni, föld alakú hűtőmágnest, hogy az embernek mindig eszébe jusson, mikor a hűtőhöz nyúl, hogy a föld bolygóra ennek az egyszerű kis konyhai elektromos készüléknek is hatása van. Úgyhogy ezzel készültünk, és nagyon örülünk a jó időnek is, meg annak is, hogy rengetegen vannak, de ez szerintem mindenki látja, aki ide kilátogatott. Nagyon sok a gyerek, nagyon sok a fiatal szülő, és nagyon nyitottak, szeretnek játszani. Az ökoiglunkat megint kihoztuk, bár most nincs rajta fólia, mert megsülnénk, de szeretnénk, ha ezt is látnák, hogy milyen egyszerű lehet például egy egyszerű építményt létrehozni. A kézműves játékok mellett például ezekkel az élethű távirányítós gépekkel is játszhattak a gyerekek. A játékok, zenék, foglalkozások mintegy 10 000 látogatót vonzottak a Pécsi Kulturális Negyedbe a Szamárfő Fesztiválra az összesítő szerint.